Halló, sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gémhalom csatorna 7 Days to Die sorozatának 5. része. Az éjszaka folyamán tudjátok, így időnként lekapcsolom a hangot, és elkezdek zenét hallgatni, úgy teszek-veszek benne a házban. Egyszer csak fordulok meg, és ezek jönnek rám itt. Konkrétan kitoltak a saját házamból. Várjátok, nagyon hangos most, zenét hallgattam nagyban. Azt nem tudom, hogy amúgy honnan jöttek, mert nem volt beütve az ajtó lent. Milyen egy hátas dobott. Jajaj. Stamina. Megint inni kéne. Hát... ne vigyél el. Merünk az íjászatot is használhatnánk. Hogy? Te meghaltál? Jöhetsz te. Ez gyönyörű volt, előttem a kettő között szerintem. A Dagit azt tudtam, hogy nem őt fogom eltalálni, másikat céloztam. Kjú, de jól bírod. Ez nem tudom mi volt. Az azért nézett ki úgy, tehát azért... lőtte ki az íjat anélkül, hogy felhúzta volna, mert rányomtam a gombra, viszont nem kezdte el fölhúzni. Elengedtem, és utána meg ugye kilőtte a semmibe. Nincs benne több. Lút, gyere. Ez egy kicsit ilyen stamina kímélőbb megoldás, mondhatni. Na nézd meg, azt itt van még egy. Nem akartam már váltani, csak azt akartam, hogy rakja rá. Az elment Budára. Elutazott, hazautazottam a májához. Na nézd meg, azt ráállok szerencsétlenre. Ha lenne fizikája, nem is tudom melyik játékban, azt hiszem talán a... a Dying Light-ban van ilyesmi. De ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Mindegy, van egy zombis játék, amelyikben, hogyha a zombi földre kerül, és konkrétan ráállsz, akkor nem tud felállni. Mindjárt elkészül, és megnézhetjük, hogy mennyi vizet ad, meg hogy adja meg ilyenek. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem üveget fog termelni önmagában. Tehát mivel ugye nincs... az mondjuk nagyon vicces lenne, hogyha tényleg üvegezned kéne a vizet. Tehát nincs üveg, de oda kéne vinned ilyen üveget, és akkor belerakni. Na, hát itt ezt az ajtót, ezt beverték. És abszolút nem tudom, honnan jöttek egyébként. De még csoda, hogy meghallottam őket. Ó, várjatok. Ja, itt még ez a fajta ajtó van. Na jó, azt javítsuk meg. Ahogy. Jó, hát akkor erre az ajtóra itt most nem feltétlenül van szükségünk. Tudjátok, mit ezt most... nem rakom le csak úgy. Na, egy apró változtatás, vagy inkább pontosítva kettő változtatás. Itt a mindenes ládánk, ez most már egy acélláda lett, direkt azért, hogy legyen sokkal több helyen. És van egy ilyen földművelési ládánk, amelyikben meg ugye mindenféle földműveléssel kapcsolatos dolgot rakjuk, még akár az ásókat is ide rakhatom voltak éppen. Eladni. Ja, az eladós ládába oda bemehet a pénz is például, szóval innen átvehetjük a pénzt, mert általában ugye, ha megyek kereskedni, akkor abból fogom kivenni. Ígynél, és akkor most jóval több helyünk van. Tehát ugye már a föld műveléses láda megoldotta a helyzetet, de így végképp jók vagyunk. Na, arra vagyok kíváncsi, most esik az eső. Ez most gyorsabban tölt esetleg? Nem nagyon jelzi, hogy jobb lenne. Lehet, hogy számít viszont. Tehát én arra gondolnék, hogyha... ha nem is kell feltétlenül, hogy essen mindig az eső, vagy nem is feltétlenül kell, hogy essen az eső ahhoz, hogy vizet termeljen, attól függetlenül, ha esik, akkor az meggyorsíthatja. Én így gondolnám, hogy így működik, de igazából semmi erre utaló jelet nem látok. Mindjárt elkészül elméletileg. Ez micsoda, ez ilyen jegelés? Ez jegelés akar lenni? Ez meg valamilyen ilyen dolog, mi az ilyen rongy. Ó.
Hát koszos vizet ad. Ettől függetlenül ez nem probléma nekünk, ez teljesen okés, mert ha lesz lábasunk, akkor onnantól kezdve ugye ezeket tiszta vízzé tudom tenni, és akkor innentől kezdve van tiszta vízünk egyfolytában. A probléma az az, hogy mindjárt meghalok éhen. Tényleg haldoklok, vagy nem haldoklok? És hol vannak? Ja, itt vannak. Maximális staminám lecsökkentve, és ennyi? Az nem túl vészes. Egyébként. Hát akkor lehet, hogy nem is eszek. Ha nem kezdesz meghalni az éhezésbe, akkor lehet, hogy kihagyom. Akkor köszönjük szépen, nincs annyi ételem, hogy most folyamatosan zabáljak, aztán kifossam. Ó, de fogyott az életünk. Fogyott az életünk egyen. Nagyon-nagyon lassan megy lefele. Az az igazi probléma, hogyha vizet iszok, akkor meg ugye még csökken. Jó, hát ezt akkor elhasználjuk. Így a 180-at fog visszatölteni, maximumra ihatjuk magunkat. Kőkeményen, csak hagynom kell, hogy kicsit menjen vissza. Csak meg ne támadjon valami közben, mert ide jön, azt izé lenyom nekem egy maflást, azt vége van. Na, 56, ennyi már elég lesz szerintem ahhoz, hogy tele legyünk vízzel. Most választhatunk amúgy, hogy egyek-e, vagy sem, mert ugye most jelenleg visszahillelődünk maximumra. Amúgy azt vettem észre, hogy innen lentről jött. Ja, itt verték be. Aha. Jó, hát most nincs nálam ajtó. Hát csak megfordultam, azt ott voltak. Az is lehet, sőt, tudjátok mit? Ezt a pénzt most elvisszük, meg ezt elvisszük eladni. És elmegyek, veszek ételt, azt kész. Kéne bejelölni automatát. Hát, ha van lábosa a csávónak. Hát, ha van neki. Ez tök jó lenne, ha lenne neki. Az a jó, hogy az élelem hiány, tehát az, hogy éhezünk, az csak a maximum staminánkat csökkenti. És inkább kell nekem az, hogy legyen stamina újra töltődés, mint hogy nagyon sok staminám legyen. Ezt a nagyon sok staminát, azt így is úgy is lenullázom egy idő után. De hogyha utána gyorsabban tölt újra, az jobb, ugye? Látjátok, majdnem maximum staminám van újra vissza. Nagyon, nagyon gyorsan jön vissza, hogy most ennyit ittunk. Na, halihó! Hejó! Ütös egy inventorit. Kajára van szükségem igazából, de szeretnék körbenézni, hát ha van neked valami, amire nekem szükségem van. Cooking pot. 600? Normális vagy? Minden második házban találok egyet, ne szívassál már, hát akkor inkább keresek tovább. Tudod mit? Akkor inkább veszünk ilyeneket. Ez 15-öt tölt vissza, ez 5-öt tölt vissza, ez nagyon nem éri meg. Ez 10-60 ér, az egész jó. Ennyi, jó. Figyeljetek, legalább nem éhezünk. Jól láttam, hogy annál is volt hasmenés, annál az ételnél. Ja, nem csak írja, hogy 0% esélye van a rossz izéhez. Jó. Öt. Hát akkor egy ilyet veszünk, az kész még. Most egy ideig el leszünk ezzel az étellel, meg a vízzel, meg főkép. Ezt eladjuk, 26 ér. Cheap-ass son of a bitch. Én gonosz az a csávó. Jobban szeretem a nagy dudájú izé csajhoz menni.
Van még egy másik csávó, nem is tudom, talán még kettő csávó van ezen kívül, de nem vagyok 100%-ig biztos benne, csak három emberre emlékszem. Aztán lehet, hogy azóta került be új. Azt tudom, hogy most már biomhoz vannak kötve, bár én, ha engem kérdeztek, akkor az előző verziókhoz is még a biomokhoz voltak kötve. A biomok, attól függ, hogy magyarosan vagy angolosan ejtjük ki, az adott ilyen földrajzi régiót jelenti. Tehát most ugye egy ilyen zöldes biomon vagyunk. És akkor van a sivatagos biom, van a leégett földes biom, tehát ilyen-olyan dolgok, értitek, ha valaki esetleg nem tudná, akkor így most tudja. Na jó, akkor menjünk tovább, még mindig kéne egy lábos nekem. Azért esküszöm, szopok is. Hallottalak ám téged, gyere ide! Gyere! Gyere, mert van staminám, gyorsban lecsapkodlak. Az XP az mindig jól jön, sőt azt hiszem fejlődtünk is. Sőt, tudod, megszurkállak, tessék. Ahogy ne. Fejlődtünk egy pontot, menjünk agility-re. A mester chef-en gondolkoztam. Mert nézegettem, hogy 5 húsba kerül egy ilyen odaégetett hús. Illetve jó lenne több magazint találni belőle. És ez segítene nekünk. Run and Gun Parker. Pain Tolerance Javel. Huntsman. Ez a vadászat, ez se rossz egyébként. Ezekre mind lehetne még menni, főleg a kardióra, az segít a futásba, az jó nekünk. Jó, egy Master Chef-re rárakunk. Több magazint is fogunk találni, ami segít nekünk, hogy gyorsabban fejlődjön is a főzés tudományunk. Ez a lándzsának ad egy attack speed plusz 10%-ot, ha jól figyeltem. Arra voltunk, erre még szerintem nem voltunk. Filmfanatikusok háza. Ez jó lesz. Valószínűleg lesznek benne utalások. Van egy-két ilyen ház, amit olyan ilyen horrorfilmből vettek. Itt egy néni. Nertok? Így nincsen nyilvesszöm. Hát akkor maradunk ennél. Hát túl közel mentem hozzá. És tényleg földre esett. Aj, beakadtam. Arról nem is beszélve, hogy a staminánk az tök jó. Tehát nem nagyon fogy a staminánk a szúrogatással. Tény, hogy amúgy nehezebben is halnak. De hogyha fejlesztjük, illetve szerintem, hogyha lesz egy jobb eszközünk, akkor valószínűleg szerintem ez nagyon király tud lenni. Na, már is találtunk egy ételmagazint. Csak így egy random táskába. A tükröződés. De király. És ez jó, mert egyébként nem olyan gépigényes, amiatt, hogy ugye ilyen kis lassan frissít, de azért van valamennyi tükröződés. Megnézzük magasabbra rakva? Nézzük meg, figyeljetek. Videó, grafika, hol van? Ezek a beállításaim, ez olyan kiegyensúlyozottnak érzem. Nem SS Reflection, hanem itt van Reflection Quality, és akkor Ultra Plus lehet. Szerintem ez módosítja. Ja, ez már elég gyorsan frissíti. Hát igazából figyeljetek. Hát, de azért érzem. Azért érződik. Azért érződik a gép igényessége. De amúgy nem is érzem annyira nagynak a különbséget. Tehát nem is a minősége, hanem igazából a frissítési sebessége változik. Öt egész ötszörös. Azt a te jó sebzés volt. Na hagyjuk már, hát ez így tök jó lesz ez így nekünk. Ezt nem sikerült. Ugye még nem nagyon van fejlesztve az, hogy jobban tudjak sunyulni, illetve lehet páncélt is szerezni, amelyik növeli ezeket a sunyulásokat.
Akarok egy jobb tört. Nézegettem a pontjainkat, hogy mire mennyi magazint találtunk, és még a tőröket még nem tudom fejleszteni. Szóval igazából ez a legerősebb tör, amit össze tudunk most jelenleg hozni magunktól. Tényleg ezt nem nyomtam el. Na, egy fazék. Megmondom őszintén, nagyon nincs szerencsém. Az élőadásban nagyon hamar találtam, meg utoljára, amikor játszottam, akkor se kellett nagyon keresni. Majdnem minden egyes házban. Valamelyik házban még kettő is van. Én meg most egyszerűen nem találom. De tudjátok, mint most, akkor ezt így el is engedjük, és elkezdünk fókuszáltan keresni. Ez zárva van, de azt hiszem a tetején be lehet menni talán. Itt mi van? Hát reménykedtem benne, hogy valami jobb lootot találunk benne. Aha, ott lesz a bejárat. Itt biztos, hogy zombik lesznek. Ez kintra? Kígyó. Az jó, mert az ad egy kis húst legalább. Jó, fegyveres táska. Ezt mindig nagyon tetszett ebben a játékban, hogy ha valahol van kutya, vagy valahol van kígyó, annak valószínűleg van egy ilyen kis házikója is. Mint ahogy láttátok ott azt az akváriumot a kígyónak. Ugyanígy a kutyaházat is találsz, hogyha általában van valahol kutya. A disznóknak ilyen izét, ilyen a disznófarmon láthattuk, mondjuk az lehet az élőben volt, egy picit keverem a kettőt, mindegy, disznófarmon lehetett látni, hogy van egy ilyen ketrec a disznóknak. Szóval ezt mindig is nagyra értékeltem a játékban. Oh, yes! Yes, the hunting knife. Mindig is nagyra értékeltem a játékban, hogy odafigyeltek arra, hogyha valami van ott, akkor annak legyen helye, úgymond, hogy hogy tényleg oda tartozik a világban, értitek? Sőt, sokszor ezt előbb veszed észre, mint magát a kígyót, ami itt van. Mert általában úgy van a poi kiépítve, hogy előre lásd így a világban, tudjátok, hogy valami így előre jelzi, úgymond. Az angol úgy szokta hívni a filmekben, hogy foreshadowing. Tehát az előre árnyékolása a dolgoknak. Sajnos nem tudom magyarul ezeket. Nagyon sok mindent angolul nézek. Főképp amiatt egyébként, hogy ne bomoljon az angol tudásom. Meg könnyebb mindent elérni angolul. Hú, végtelenül egyszerűbb. És az a durva, hogy így is vannak dolgok. Játékok, filmek, sorozatok, régebbiek, vagy kevésbé populárisok, amiket így is nehéz megtalálni. Pedig én angolul keresem full izé. Még lehet, hogy amúgy még magyarul még jobban meg lehet találni, mert pont a magyar ilyen kölcsönvevő oldalakon, tudjátok, fenn van. Ez mi ez a hely? Ez egy ilyen leégett ház, ahol ugye a tűzoltó kijött. Hopp, tűzoltós könyv. 25%-kal kevesebb esélye, hogy tűzre kapunk. Nagyon jó, most már grillezhetek húst. Meg vöröstát tudok készíteni. Jó ez a penge. Mennyi az, mekkora az ereje? Ennek így 11,9 meg 35. A heavy attackja még erősebb, mint a sima ütőnknek ennek. Mondjuk ez, ha azt nézzük, ez egy vas eszköz, ez meg még az előző fa változat, szóval értitek. Abból a szempontból nem csoda, de a mi helyzetünkben most tök jó, hogy már most a pengénk ennyire erős.
Lábas esetleg nem lett az, hogy nem égett el? És voltak éppen konyháról konyhára próbálok járni. Ha, víz, tiszta víz, koszos víz. Hát én is koszos vizet tartanék abba benne, igazad van. Jó, valljuk be. Leégett a ház. Valószínűleg az megfertőzte a vizet. Összekoszolta. Vagy már ott áll egy ideje. Ja, lehet inkább az. Inkább az, hogy ott áll egy ideje. Egy kis kényelmes kést használni. Nem is értem. Bár egyébként azt veszem észre, hogy bármit elkezdek így... Jó, most erre megyek, most arra megyek. Mindig azt veszem észre, hogy jó, milyen kis kényelmesen lehet használni. Hello. Így ránk rohant. Hoppa, ott van valami táska. Gyorvet. Miért? Hogy lettem vizes? Beugyoztam. Jó, legalább itt egy picit a vizet fel tudjuk cserélni az ételre, ezt meg is eszegetem. Ezt nem esszük meg még, mert 5 életet visszatölt. És meg akarom várni, hogy majd, hogyha vizet iszunk még. Na, most már a kőeszközeinket 3-as szintre tudjuk fejleszteni. Nincs nálam több kő. Pipe, a csőpisztolyt azt 2-esre tudjuk fejleszteni. Hogyha szeretnénk, ha akarunk készíteni. Annyira sok vizem lesz, mire oda jutok, hogy ténylegesen forralni tudom őket, és itt sincsen. Ezt se hiszem. Az élőben vajon szerencsém volt, de nem hinném, hogy annyival nehezebbre vitték az elkészítését, vagy nem az elkészítését, hanem a megszerzését. Na, most már húst tudunk főzni, és yucca juice tudunk készíteni. Na, legyen következőnek ez az épület akkor. Rippon rezidencia. 3 koponyás. Hello! Látok, itt sneakeljünk. És azt vettem észre, hogy most kevésbé vesznek észre, még úgy is, hogy nem fejlesztettem régebben. Se fejlesztettem, és jobban feltűntem nekik, hogy hol vagyok. Na, most kiszúrt. Gondolom azért megkivettem ott a könyvet. Vérzik, hagyom egy picit, hagy szenvedjen a vérzéstől. De ne! Üljél már le a földre! Sanyó, ki mondta azt, hogy a sarokba? Mit esett itt? Egy helyen lesz negatívum egyébként a penga használatunk a bázisvédésnél, miközben ugye védjük a bejáratot. Így. Mert jobban közelebb kell mennünk hozzájuk, és jobban el tudnak találni minket. Lehet, hogy arra az időszakra egy láncsát azért kifejlesztünk, így összerakunk azt akkor. Azt használjuk. De jól visszük. Egy pontot fogok rakni a pengére következőnek. Hopp, hello! Jó, hogy ennyire könnyen döltök ti is. Azt hittem, hogy ennél kevésbé fognak dőlni. Én megmerem kockáztatni amúgy, hogy... ugyanúgy esnek, mint hogyha bunkos bottal ütögetném őket. Nem érzem azt, hogy amúgy a bunkos bot jobban földre küldte volna őket. Mit lút? Ja, az asztalt. Mi az idő? 3 óra. Mi meg jók vagyunk. Itt szerintem ez is hangot ad ki. Thank you.
Ez jó lesz, gondoljatok bele, főleg akkor, amikor már nem kell ilyen nagyon-nagyon lassan mennem, hanem egy picit azért jobban mozoghatok. Sőt, még lehet, hogy van is egy olyan perk, azt hiszem, ami gyorsítja a sunyulási sebességedet. A sneakinget. Nézd meg, kiszúrt. Sőt, később számszeríjjal fogjuk ezt csinálni, nem is a pengével. A penge az valószínűleg ugye többet visz az 5 és félszeres sebzése miatt. Tehát gondoljatok bele, hogy már most... Oh, hello, szia! Már most ugye többet visz önmagában, mint a bunkós bottal, és akkor ezt 5-szörösen sebeznénk. Oh, levágtuk. Most levágtuk a fejét, ketté vágtuk a fejét, nézzétek meg. Szerencsétlen, hogy néz ki. Lábast viszont nagyon nem kapok. De nekem mindig ilyen a szerencsém ezzel a játékkal, amikor valami nagyon kéne, valamit nagyon keresek. Sose adja oda a játék. Néztem előbb, itt sincsen. Ha csak a tetején fent nincsen itt. Nem, de lőszer az van. Értitek? Ez a háztartás lőszert tartott a hűtő tetején, lábast? Lábast azt nem, sehol se. Ugye a Project Zomboid megcsinálta valamennyire, ott se tudsz azért mindent találni egy házban, de ha valóban bemész, ott relatív azért biztosabb, hogy ami oda tartozik, azt ott meg is találod. És így is van azért kihívás annak a játéknak. Az egy jó zombis játék. Egyedül az egy probléma van vele, a nézete talán, ami szerintem korlátozza azt, hogy mennyire ér el játékosokat. Nekem legalábbis amiatt nem kötött le jobb nagyon soha, inkább ez. Kiszúrt még, mert megszúrtam volna. Mert a belső személy nézet az jobban tetszik, mint a felső személy nézet azzal a grafikai stílussal. A stratégiai játékokat szeretem, ott nincs bajom azzal, hogy ilyen tudjátok felülről látom a világot, de valahogy a Project Zomboidnál ott az nem adja az a része, és szerintem emiatt nem élem bele magam annyi. Oh, hello, persze, hogy beengedtelek, mert tudom, nem tudom visszazárni. Maradjál ott! Tönkre fog menni a pengénk, ha ennyire használom. Fent mi voltunk már, nem? Fentről jöttünk le? Igen. Hát mondjuk nem néztem át mindent. Nincsenek egy pincéje valahol? De itt van. Ezután már megyünk vissza, azért gondoltam, hogy a pincébe lejövünk. Akkor a főlútot nézzük át itt. Kicsit lövöldözzünk. Mennyit sebez a lövésünk? 36-ot. Annyit sebez a lövés, mint a heavy attack a pengével. Az érdekes egyébként, hogy ennyire egyensúlyban vannak. Sosem hasonlítgattam ennyire így a sebzéseket, meg most se viszem annyira szerintem túlzásba, de érdekesnek találom, hogy a pengés heavy attackunk az majdnem annyit visz, mint a pisztolylövés. Ki tudunk menni. Erre meg a főlút lesz. Jaj, de jön. Jaj, nézzétek, az ex-barátnőm. Csinos az új rucid. És még vörösebbre festettük. Nagyon tetszik ez a ruha változatosság a zombiknak. A végeredményében a zombik maguk ugyanazok, csak más színezést kapott a ruházatuk. És szerintem ez annyira hozzáad egy kis változatosságot, ez kellett ide. Hát tudtam én, hogy itt még kell lennie még egynek. Jó, érzik.
elfogyott a staminám. Annyit ütögettem mellé, hogy elfogyott még, mielőtt megöltem volna. Ó, itt van még egy ilyen életújra töltős dolog. Ez nagyon király nekünk. Sőt, ezt így berakjuk. Ja, így. Ha esetleg valamikor tudjátok vérzés... Ah, nem tudom, mennyi lockpickünk van. Ha esetleg valamikor ilyen vérzés ütne meg minket, akkor elegendő a sima, hogyha nem kell feltétlenül élet. A másik akkor kell, hogyha életet is akarunk tölteni vissza. Ő, hát ekkora mázlim legyen majdnem mindig. Á, császok. Hát ezt megérte kinyitni. Ha, tyúk már, fene vigyel lesz, viszont nem tudom elrakni. Ezt el akarom adni, ez pénz. Egy darab szén az nem szén, igazából. Ezeket is el lehetne adni. Scuffy bean. Rothat hús, az jöhet. Seed, az még jöhet, ja. Crossbow muníció. Jó. Ezek az mennyit ér? Egyet. Jó, azt eladjuk. Sőt, technikailag ezt be tudom törni így. És ezt visszük magunkkal. Így is még itt van egy csomó minden alatta. Lehet betöröm az íjamat, és akkor van még egy plusz helyünk ott lent. A kalapácsot is betörhetjük, ha nagyon kell. Jó, primitív armor, 3-as szintűt tudunk készíteni. Ez nagyon jó, azt valószínűleg le is fogjuk váltani, még ha csak ilyen egyel is ad plusz védelmet, az is növeli a túlélési esélyünket. Sledgehammer, el tudjuk készíteni a 2-es minőséget. Gépfegyver. Na, azt, amit most szereztünk meg, 2-es cső gépfegyver, azt el tudjuk készíteni. Na hát az viszont kéne nekünk. Jó, nem, az íjat betörjük. Az íjat amúgy sem használom. Inkább nyílpuskát akarok használni most. Régebben nagyon szerettem íjászkodni. Hű, nagyon sokat íjászkodtam ebben a játékban. Aztán valahogy úgy nem tudom. Nem csak a játékban, de úgy általánosságba véve, hogy ki nőttem, vagy kiuntam ezt az egész íjászkodást. Itt viszont ezt a vizet, ezt bepattintjuk. Valami zene van. Valami jönne. Én nem látom. Nem akar inni. Ja, lehet, hogy amiatt, mert nem kézre vagyunk váltva. Jó, tudod, várj, ezt csak ásóba tudjuk berakni? Ebbe nem fog... Hopp, de be lehet. Hell yeah, nagyon jó. Hát nem tudom, hogy ez segítette, várjatok, ha előveszem. Ja, puszta kéz kell. Jó, nagyon jó, fosásom vagyunk. Hát akkor így add tele magad, barátom. Úgyni 50, az bőven elég lesz. És azt add meg még. És azzal visszakapunk életet is. Íh. Ezzel a fazékkal nem vagyok előrébb, pedig egyébként szerintem a hasmenéseink felét meg tudnám úszni. Az étel azt még könnyebb picit fenntartani, mint a vizet. Egyértelmű okok miatt. Nem baj, előbb vagy utóbb eljutunk oda. Legrosszabb esetben megcsináljuk magunknak, tehát hogy... nézegettem már, azt hiszem a izé kell hozzá. A kemence. Van nálunk víz? Van nálunk víz, akkor ki is üríthetjük ezt. Hát másfél vizet termelt egy teljes nap alatt. Az tényleg nem lesz elég, azzal még csökkenőben vagyunk, mert több vizet iszunk meg egy nap alatt. Viszont 2 ilyen gyűjtővel már szerintem simán rendben leszünk. Oké, kaja először. Hú, ez a gomb egyébként, ez amelyik játékban nincs benne ez a gomb, amelyik így berakja ebbe a ládába azokat a cuccokat, amit ő nálad van és belevalók ide, az nálam egy hatalmas negatívum. Valamelyik játékban nincs benne. Ennyi ilyen festőkészlet nekünk nem kell, ezeket eladjuk. Így. Ez a Steel Knuckle Parts, ezt is el lehet adni, mert ezeket se fogom használni. Club az még talán igen, shotgun még talán igen. Ez is gyűjtögetős dologhoz, ez még talán azokat is.
festék. Ezeket szoktam gyűjtögetni, ezt játszogatom, így berakosgatom, de voltak éppen ez csak el, de nem sokat ér, szóval annyira nem éri meg eladni. 4 darab ilyen nyitónk van. Az orvosi cuccok, kajába ezeket még berakjuk. Hát ezt a gépfegyvert, ezt visszük magunkkal. Ez a tojás is csak, mivel a kezünkbe volt ott fönt, ezért nem akarta lerakni. Lehet, hogy innen ezeket így kirakom. Így. És akkor egy kezem, egy hely szabadon van, és látom, hogy mennyi lőszerünk van még hátra. Hát ez nagyon jó. Ha nem haltam volna meg ott az elején, akkor valószínűleg nem lennék közel ahhoz, hogy meghalljak. Most már, hogy ez így megvan. De kéne készíteni ma éjszaka. Hát mondjuk egy 50-et készítsenek. Ne egy 50-et, az nagyon sok. Elnéztem, hogy az mennyi lesz úgy. Tudom, hogy egy 20-at készíts. Jó, akkor egy 10-et inkább. Ez biztosabb. És akkor azt nézem, hogy... Ide akarjuk, viszont nem ezt, hanem... Az élőadásoknál találtam egy jó formát, amit össze lehet rakni. Azt nem tudom, hogy azt itt meg tudjuk-e csinálni, viszont... Szóval... de meg tudjuk csinálni. Nagyon jó. Viszont gondolom, legyünk egyel beljebb, vagy egyel kijebb. Legyünk egyel beljebb, szóval itt benn legyen. És akkor azt mondja, hogy ezt így befordítjuk. Ide. Úgy. Úgy nem. És ide az ajtó elé meg ilyen szimplővel rakjuk le. Így. És az a lényege jó formán, hogy ezeknek 500-500 mindegyiknek az élete, viszont nem tudnak keresztül bújni rajta. Szerintem, ha... úgy esnek, akkor van esélye annak, hogy keresztül esnek rajta. Ez ilyet már láttam egy-két blokknál, hogy ha van esélye, hogy keresztül bagoljanak rajta, akkor keresztül fognak. Mindegy, megnézzük, hogy ez mennyire működőképes. Szerintem rossz oldalon vertem szét. Hát végül is nem jó lesz az nekünk. Egyet oda túloldalra. Téged kiütünk. És akkor így, most azt csináltuk, ugye, hogy van egy védelmi vonalunk, hogy még mielőtt beütik és bejutnak hozzánk, azelőtt tudunk védekezni ezen a ponton. Tehát innen tudom őket szúrogatni. Hát remélem elérjük a pengével. Ez lándzsával szerintem sima ügy, de pengével azért kicsit aggódok, hogy nem annyira egyszerű. Ó, nem ezt akartam. Állj, mi most már mindegy, tudjátok mit? Így lesz kész. Ezért akartam ide valójában. Ilyen lemenős rámpásat. Mondjuk igazából van még időm szétverni az éjszaka folyamán. Jó, figyeljetek, ezt megcsinálom így videón kívül. Remélem jól szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Addig is pedig nézzetek körbe, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Például az előző sorozatokat a 7 Days to Die-ból. Sziasztok!